Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Évközi második vasárnap van. Mai szentmisét fölajánlom elhunyt Jachner Józsefért halálának első évfordulóján. Továbbá fölajánlom még ezt a szentmisét családokért. Ez a kérés Kiskunfélegyházáról, az Esmotorsokból érkezett. Szent mise elején vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, igen nagy vétkem. Kérem azért a boldogságos, mindenkor szemlőtlen a Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Dicsőség a magasságban Istennek, és a Földön békesség a jó akaratú embereknek. Dicsőítünk téged, áldunk téged, imádunk téged, magasztalunk téged, hálát adunk néked.
könyörögjünk. Mindenható örök Isten, te kormányzod a mennyet és a földet. Hallgass meg néped esdeklő imáját, és adj békét napjainkban. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány Sámuel első könyvéből. Sámuel gyermekkorától fogva Éli főpap mellett az Úrnak szolgált. Az Úr templomában aludt, ahol az Isten ládája volt. Az Úr megszólította: Sámuel, Sámuel! A gyermek ezt felelte: itt vagyok. Aztán odafutott Élihez, és azt mondta: itt vagyok, hívtál? Éli ezt válaszolta: én nem hívtalak, feküdj le és aludj. Erre elment és lefeküdt aludni. Az Úr azonban újra szólította Sámuelt. Sámuel fölkelt, odament Élihez, és azt mondta: itt vagyok, hívtál? Ő azt felelte: nem hívtalak, fiam, feküdj le és aludj. Sámuel ugyanis még nem ismerte az Urat, mert az Úr szava még nem nyilatkozott meg neki. Ezután az Úr ismét szólította Sámuelt harmadszorra. Az fölkelt, odament Élihez, és így szólt: itt vagyok, hívtál? Erre Éli megértette, hogy az Úr szólította a fiút, ezért azt mondta Sámuelnek: menj, feküdj le és aludj, aztán ha valaki szólít, így válaszolj: szólj, Uram, hallja a te szolgád. Sámuel elment és visszafeküdt a helyére. Akkor megjelent az Úr, megállt előtte és szólította, mint az előző alkalommal: Sámuel, Sámuel! És Sámuel így válaszolt: szólj, Uram, hallja a te szolgád. Sámuel növekedett, az Úr pedig vele volt, és nem hagyta, hogy egyetlen szava is meghiúsuljon. Ez az Isten igéje. Isten. Ívelej, jövök, Uram, hogy teljesítsem azt, amit kívánsz. Ívelej, jövök, Uram, hogy teljesítsem azt, amit kívánsz. Várva vártam az Urat, és ő lehajolt Istenünknek zengő éneket. Ívelej, jövök, Uram, hogy teljesítsem azt, amit kívánsz. Semmire sem éter áldozat nem kellett neked, fülemet azonban megnyitottad. Nem követettél égő és engesztelő áldozatot, így szóltam akkor, íme jövök. Íme jövök, Uram, hogy teljesítsem azt, amit kívánsz. A könyv tekercsben rólam írva, hogy akaratodat teljesítsem. Erre várom, Istenem, törvényed szívemet örömmel töltél. Ívelej, jövök, Uram, hogy teljesítsem azt, amit kívánsz. Igazságodat hirdetem a nagy közösségben,
Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből. Testvéreim, a test nem a kicsapongásért van, hanem az Úrért. Az Úr pedig a testért. Ugyanis feltámasztotta az Urat, és hatalmával minket is feltámaszt. Nem tudjátok, hogy testetek Krisztus tagja? Aki azonban az Úrral egyesül, egy lélek vele. Kerüljétek a testiség bűnét, minden bűn, amelyet az ember elkövet, a testen kívül van. De a kicsapongó és tulajdon teste ellenvét. Nem tudjátok, hogy testetek a bennetek lakó szent lélek temploma, akit Istentől kaptatok? Nem tudjátok, hogy nem vagytok a magatoké? Nagy volt a ti váltságdíjatok, dicsőítsétek meg tehát Istent testetekben. Ez az Isten igéje. Istennek legyen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Evangélium Szent János könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk. Abban az időben ott állt keresztelő János két tanítványával, és mihelyt meglátta Jézust, amint közeledett, így szólt. Nézzétek, az Isten báránya. Két tanítványa hallotta, hogy János ezt mondta, és követni kezdte Jézust. Amikor Jézus megfordult, s látta, hogy követik, megkérdezte. Mit kívántok? Azok ezt felelték. Rabbi, ami annyit jelent, hogy mester, hol laksz? Jöjjetek, nézzétek meg, mondta nekik. Elmentek tehát vele, megnézték, hogy hol lakik, és aznap nála maradtak. Ez a 10. óra körül volt. A kettő közül, akik hallották ezt Jánostól, és követték Jézust, az egyik András volt, Simon Péter testvére. Ő először testvérével, Simonnal találkozott, és szólt neki. Megtaláltuk a messiást, vagy más szóval a fölkentet. És elvitte Jézushoz. Jézus rátekintett, és így szólt hozzá. Te Simon vagy, János fia, de Kéfásnak, azaz Péternek fognak hívni. Ezek az evangélium igéi. Áldom téged, Krisztus! Kedves testvéreim! Az elmúlt héten ünnepeltük első remete Szent Pál atyánkat, rendünk pátriárkáját. Tudjuk, hogy a 3.-4. században élt, nagyjából 106-110 éves korában halt meg, és ebből a 106-110 évből körülbelül 90 évet töltött kint egy oázisban, ahol az élet feltételei adottak voltak, és ahol ő remetéskedett. Ezen 90 év alatt, ahogy ezt Szent Jaromos följegyezte a róla szóló legendában, nem találkozott más ember fiával, hanem a közelében élt egy másik remete, akit tanítványok vettek már körül, remete Szent Antal. Kortársak voltak Pállal, de nem tudtak egymásról. Pál idősebb volt viszont. Nem tudtak egymásról, de mind a ketten ugyanazt a célt akarták elérni. Krisztus követők voltak, megkeresztelt emberek. És ez a két ember egy időben találkozott. Érdekes volt az ő találkozásuk, ahogy Jeromos följegyzi. Antalnak volt egy álma, és ebben az álomban felismerte, hogy Isten üzent neki.
Ezért útra kelt, és felkereste Pált, akiről valójában nem tudta, hogy hol lakik, tehát követte az Isten útmutatását, és így bukkant rá. Antal azt gondolta, hogy ő egy tökéletes szerzetes, és ezért az álomban intette őt az Isten, hogy van még mit tanulnia, és ebben, mikor fölébredt, ebben a tettében, hogy fölismerte, hogy van mit tanulnia, mutatkozott meg az ő nagysága. Meg is találta Pált. Pál ugye, gondolom, megijedt az embertől, hisz 90 évig nem látott senkit, megijedt tőle, behúzódott a barlangjába, és Antal megállt a barlang bejáratánál, és beszólt a Pálnak, hogy jöjjön ki. Hát Pál úgy félszegen kidugta az órát a barlang bejáratánál, és csak annyit mondott Antalnak, hogy már vártalak. Döbbenetes az ő találkozásuk, mert fölismerték egymást, és egymásban fölismerték azt, akit ők követnek, vagyis Jézus Krisztust. Nagyon érdekes volt az ő találkozásuk, mert rögtön tudták, hogy kivel állnak szemben. Antal tudta, hogy már nem kell tovább mennie, megtalálta azt, aki még tudja őt tanítani. Pál sem akadékoskodott, hiszen fölismerte Antalban azt, akire várnia kellett, mert bizonyára ő is kapott intést az Istentől, hogy hamarosan érkezni fog valaki, aki tanulni fog tőled. És ezt a tanulást nem úgy kell elképzelnünk, hogy leültek egymással szemben, esetleg elővettek íróeszközöket, táblát is oktatta őt Pál, hanem nyilván elég volt a jelenlétük, elég volt az, hogy ott ültek egymás mellett, beszélgettek, együtt étkeztek, mint ahogy azt Jeromos följegyezte, és imádkoztak legfőképp. Együtt imádták az Istent. Kedves testvéreim, mi a tanulság számunkra ebből a találkozásból? Az, hogy mi is megkeresztelt emberek vagyunk, és ha találkozunk, akkor egymásban Krisztust kell keresnünk, és Krisztust kell felismernünk. Ugyanakkor pedig a bennünk élő Jézus Krisztussal kell megajándékoznunk egymást, és kell fogadnunk a másik ajándékát, aki szintén Jézus Krisztussal akar bennünket megajándékozni. Kedves testvéreim, így valósul meg az, hogy szentekkel állhatunk szemben, ha találkozunk egymással. Ha a másik emberben valóban Jézus Krisztus él, és ha a másik ember valóban meg akar ezzel a Jézus Krisztussal ajándékozni. Amen. Hiszek egy Istenben, Atyában, mennyek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjével. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egy szült fiában, aki az Atyától született az idő kezdete előtt, Isten az Istentől, világosság a világosságból, valóságos Isten a valóságos Istentől. Születette nem teremtőjé, az Atyával egy lényegű, és minden által lett. Értünk emberekért, a mi bőségünkért, leszállott a mennyből, megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától és Istenrelét. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kínhalált szenvedett és eltemették. Harmadnapra feltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben, ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és Éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk,
mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a proféták szavára. Hiszek az egy szent, katolikus és apostolikus a Szent Egyházban. Valóban egy keresztséget, a bűnök bocsánatára. Várom a holtak feltámadását, és az eljövendő örök életet. Amen. Kérjük testvéreim Urunkat, hogy mindig figyelmesen hallgassunk szavára. Tedd, Urunk, készségessé szívünket tanításod befogadására. Segítsd apostoli munkájában az egyházat, hogy hozzád vezethesse a népeket. Irányítsd a népek vezetőit, hogy hatalmukat az egész emberiség javára használják. Add, hogy szeressük a templomot, a te hajlékodat, ahol veled találkozhatunk. Adj enyhülést és gyógyulást szenvedő és beteg testvéreinknek. Istenünk, segíts minket kegyelmeddel, hogy testben és lélekben egyaránt neked szolgáljunk, és ezáltal eljussunk az üdvösségre, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Imádkozzatok testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész anyaszentek. Kérünk, Urunk Istenünk, add, hogy méltón vegyünk részt ebben a szent cselekményben, mert valahányszor fiad áldozatának emlékét ünnepeljük, megváltásunk műve folytatódik. Krisztus a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. Ki megszámva a tévejgő embert, világra született a szent szűztől, majd kereszt halála által az örök halától megmentett minket, és feltámadva a sírból örök életet ajándékozott nékünk. Ezért mi is, miként az angyalok és főangyalok, a trónot körül álló hatalmas égi szellemek, és minden seregek a mennyben, a te dicsőséget himnuszát zengjük, és velük együtt vég nélkül énekeljük. Szent vagy! Könyörögve kérünk tehát, jóságos Atyánk, fiad, ami Urunk Jézus Krisztus által, fogadd el és áld meg ezeket az adományokat és ajándékokat, ezt a szent és tiszta áldozatot. Elsősorban szent és katolikus egyházadért ajánljuk fel neked,
Tartsd meg békében, őrizd meg egységben, és vezesd az egész földkerekségen szolgáddal Ferenc pápánkkal, Péter főpásztorunkkal, és mindazokkal, akik az egyetemes és apostoli hitet hűségesen őrzik és vallják. Emlékezzél meg, Urunk, szolgáidról! Emlékezzél meg minden jelenlévőről is, akiknek hitét és buzgóságát ismered, akikért ezt a dicsőítő áldozatot felajánljuk, vagy akik ezt felajánlják önmagukért és övéikért, lelkük megváltásáért, üdvösségük és épségük reményében, és hódolatukat bemutatják neked, az örök, élő és igaz Istennek. A szentek közösségében tisztelettel megemlékezünk mindenek előtt a dicsőséges, mindenkor Szűz Máriáról, Istenünk és Urunk Jézus Krisztus édesanyjáról, valamint Szent Józsefről, a Szent Szűz jegyeséről, Péter és Pál, András, Jakab, János, Tamás, Jakab, Fülöp, Bertalan, Máté, Simon és Tádé apostolaidról, vértanúidról és minden szentedről. Az ő érdemeikért és könyörgésükre add, hogy mindenben érezzük oltalmadat. Kérünk Istenünk, fogadd megengesztelődve ezt az áldozati adományt tőlünk, szolgáidtól és házad egész népétől. Irányítsd a te békédben életünk napjait, ments meg minket az örök kárhozattól és végy felválasztottait körébe. Áld meg Istenünk bőséges áldásoddal ezt az áldozati adományt, tedd rendelésed szerint magadhoz méltóvá és előtted kedvessé, hogy legyen ez számunkra szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak teste és vére. Ő ugyanis szenvedéseinek előestéjén tiszteletre méltó szent kezébe vette a kenyeret, és szemét az égre emelte te hozzád az Istenhez, mindenható atyához, majd hálát adva áldást mondott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy tiszteletre méltó szent kezébe vette ezt a csodálatos kelyhet, majd ismét hálát adva áldást mondott, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme megváltásunk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel halljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz. Megemlékezünk ezért, Istenünk, mi a te szolgáid és a te szent néped, fiadnak, Krisztus Urunknak áldott szenvedéséről, a halálból való feltámadásáról, dicsőséges mennybe meneteléről, és ajándékaidból felajánljuk magasztos fölségednek ezt a tiszta, szent és szeplőtelen áldozati adományt, az örök élet szent kenyerét és az örök üdvösség kelyhét. Nézd kegyes és jóságos szemmel, és fogadd el, amint elfogadtad igaz szolgádnak Ábelnek ajándékát, ősatyánknak Ábrahámnak áldozatát, és azt a szent és szeplőtelen áldozati adományt, amelyet főpapod Melkizedek mutatott be neked. Könyörögve kérünk mindenható Istenünk, szent angyalod vigye áldozatunkat mennyei oltárodra, isteni fölséget színeli, hogy mi, akik erről az oltárról fiat szentséges testében és vérében részesülünk, minden mennyei áldással és kegyelemmel elteljünk. Emlékezzél meg, Urunk, szolgáidról, akik a hitjelével előttünk távoztak el az élők sorából, és a béke álmát alusszák. Kérünk, Urunk, hogy nekik és minden Krisztusban elhunyt hívőnek add meg a boldogságot, a világosságot és a békét a te országodban.
Nekünk is, bűnös szolgáidnak, akik irgalmat bőségében bizakodunk, adj kegyesen közösséget szent apostolaiddal és vértanúiddal, Jánossal, Istvánnal, Mátyással, Barnabással, Ignáccal, Sándorral, Marcelinnal, Péterrel, Felicitásszal, Perpétuával, Ágotával, Lúciával, Ágnessel, Cecíliával, Anasztáziával és minden szenteddel. És kérünk, bár meg nem érdemeljük, irgalmadból mégis bocsáss be minket szentjeid körébe. Istenünk, te mindezeket a javakat mindenkor, Krisztus, ami Urunk által teremted, szenteled meg, élteted, áldod meg és adod nékünk. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Amen. Üdvözítünk szavára, isteni tanítására, így merünk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Feltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait: békesség nektek! Ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen békesség köztünk mindenkor. Ami Jézus Krisztus testének és vérének egyesítés. Isten bárányom, te elveszed a virág bűneit, írgol mozdítünk. Isten bárányom, Isten bárányom, te elveszed a virág bűneit, adj nekünk békét. Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval hangos, és meggyógyul az én lelkem. Asztalt terítettél nekem, és pompás itallal töltötted meg serlegem. Mondjuk el együtt a lelki áldozás imáját. Uram Jézus Krisztus, hiszek benned, imádlak téged, és szeretlek téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szent áldozásban, hogy veled élhessek. Jöjj hát, ó Jézus,
legalább lélekben költöz a szívembe, és védj lakást benne örökre. A mi Úrunk Jézus Krisztus teste őrizzen meg engem az örök létre. Köszöntelek, ó Jézus, az én szegény szívemben. Neked adom magamat egészen. Tied akarok lenni életemben és halálom után is. Amen. Istenünk, áraszt szívünkbe szeretetett szent lelkét, hogy minket, akiket egyazon mennyei kenyérrel tápláltál, egyazon szeretet kapcsoljon össze Krisztus, a mi Urunk által. Templomunk miserendje a héten a már megszokott módon alakul, hétfőtől szombatig, reggel 8 óra 30 perckor, illetve délután 17 órakor lesz mise templomunkban. Vasárnap pedig vasárnapi miserend 8.30-kor, 11 órakor, 17 órakor és 18.30-kor lesz szent mise. Szentelt víz vihető a sekrestye előtt elhelyezett hordóból, hogyha valaki hoz flakont, akkor abból lehet meríteni, vagy pedig van üveg mellette elhelyezve, azért viszont sajnos pénzt kell kérnünk, mert nekünk is pénzbe került az az üveg, tehát lehet vinni szentelt vizet az év minden szakában. Felhívjuk a testvérek figyelmét, hogy január 17-én kezdődik és 24-éig tart a keresztények egységért meghirdetett ima hét, tehát a mai nappal kezdődik és jövő vasárnap ér véget. Ugyanakkor pedig most január 20-án, jövő héten ünnepeljük Boldog Özséb atyánkat, rendünk alapítóját. Nem tartunk ünnepi miserendet, mert hétköznapra esik, és így ugye fölösleges 11 órakor is miséznünk, mert nem tudnak a testvérek eljönni. Tehát reggel 8 óra 30 perckor és délután 17 órakor lesz szent mise, akkor is a templomunkban. Most pedig fogadjuk az Úr áldását. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen.
A Szent Mise véget ért, menjetek békével. Istennek legyen hála.